Elúvedem, vagy. Hamar belépentél az izére a streamre. Nem baj. Nincs hang, nincs a videó alatt hang. Előre próbálom megoldani, hogy lássam a csetet valamin, hogy most ilyen telefon történés lesz. Hogy lehetne megoldani. Így. Hello, Bau. Igazándiból, hát ugye múlt héten még kellett mennem. Múlt héten, a héten kellett még mennem izé Dokihoz, meg ilyenek aztán. Szia Lulianus, hello, hello. Állok meg közben, hogy ő kúcs. Hadd nézzem már, meg nem áll mit közben meg. Ha, jó, oké. No, kérem, lehet vinni az első kódot, ha valaki akarja. Jaj. Meg volt a kaja, meg ilyenek, srácok, minden is. Rankedezni fogunk egyébként. Várjatok már valahogy, hogy kéne csinálnom, hogy lássam is, hogy ízét. Vitted, Edem? Oké. Okay. Nagyon szívesen használd egészsége. Risztos CC konténer volt benne. Nem is mondom, hogy egészségedülés. De, srácok, úgy néz ki, hogy ugye voltam a dokinál, meg ilyenek, hát, hogy azt mondta, hogy tegyem össze a két kezem, mert hogy ugye annyira nagy volt a daganat, mikor oda mentem meg, mit tudom én, hogy igazándiból ők se nagyon bíztak benne, hogy bármi is lesz. És most egyelőre úgy néz ki, hogy 3 hónap múlva kell visszamennem csak kontrollra, de meg volt az emberi, meg ennek eredményei, meg mit tudom, minden fiszem faszom. Szóval úgy néz ki, hogy sikerült legyőzni a rákbetegséget. Úgyhogy pénteken voltam valahol, a Szántek boltba BIOS-t frissíteni egy olyan alaplapon, amiben az én procím ugye túl nagy, és itthon nem bírtam volna BIOS-t frissíteni, és igazándiból nem sikerült a BIOS frissítés, mert valami gondja van az alaplapnak. De igazán annyira örültem, hogy sikerült meggyógyulni, elviekben, meg nagyjából gyakorlatban is, hogy le se szartam az egészet, mondtam is a srác, ne is törődj vele, bazd meg, hagyd a fazba, az ide, jó van, az úgy, az kész. Úgyhogy, Evan Gubli. Nem kellett, ugye, úgy volt, hogy a sugár meg a kemó után, ugye tök szép, vagy a kemó alatt már, meg a sugár alatt elkezdett összehúzódni ez a nagy daganat, és amikor vége lett, ugye, hát rengeteget rolleroztam, hogyha gondoljátok, YouTube-on láttátok, vagy mit tudom én, ott volt rengeteg videó így rollerrel kapcsolatban, azért is nem volt annyira hajóka, mert úgy voltam bele, ha már megdöglök, legalább előtte
szórakozzak egyet, vagy valami, tudod. Ez a mentalitás volt bennem. És mit akarok mondani, hogy a rollerozás alatt vettem észre, hogy, hogy tulajdonképpen szinte annyira visszahúzódott a történet, hogy nagy a bőröm. Tudjátok, mind a mit tudom én milyen kutyák, mind a boxerek, vagy a nápolyi masztik, vagy mit tudom én, hogy lóg rajta a bőr. Szóval nekem a nyakamomban az meg lifegett a bőr, annyira összement a daganat. És hát ugye ment ez a rolleros téma, meg mit tudom én, így a kirándulgatásuk, és mostantól visszafele egy olyan 3-4 hétre így éreztem, hogy valami nem fasz a torkommal. Na mondom, most az lesz a fasza, hogyha az orgarat rák ugye úgymond eltűnt, meg semmisült, és helyette van egy gyégrákom. Na mondom, az kurva jó lesz, és fostam, daráztam. Aztán jött a időpont, hogy menni kell a dokihoz. Elmentem, és annyit mondott, hogy hát ugye tegyem vissza a kezem, stb., mert ők se bíztak benne, hogy maximálisan sikerül eltüntetni a daganatot, hanem hogy ez a torkom az van, hogy ugye ahogy volt a sugárkezelés, ugye az így a nyakamon az így körbe ment az a gép, így körülöttem pörgött, és akkor úgy lőtték körbe-körbe megadott pozíciókba a sugárral a történetet, és ez tulajdonképpen ugye átmegy a gigádon, minden szöveten átmegy, és mit akarok mondani, hogy a gigámat is sértette ez a sugárkezelés, és belülről tulajdonképpen az egész gigám így be van kicsit hegesedve, és azért érzem azt, hogy nem kapok levegőt rendesen, meg nem tudok nyelni rendesen, mert tudjátok olyan, mint mikor például a konyhába a lefolyó cső, amikor úgy kezd eldugulni, tudod, hogy engeded csutin a vizet bele, elkezd följönni a víz, elzárod, és szép lassan lefolyik. Tehát nem úgy, mint újkorában, tudod, hogy így lezúdul a víz, hanem így szép lassan átszivárog. Tehát az a hegesedés így kicsit összeszűkíti azt a csövet, a légcső, vagy mit tudom én, mi faszom, vagy mondják azt. És ennek kell már csak meggyógyulnia elvileg, és akkor ez oké. És hát végig nyomkodta, meg belenézett ugyanúgy a óromba kamerával, doki, meg minden ló. Fütyi, és mondta, hogy már nem látja azt a daganatot szemmel sem, ugye az MR igazolta, hogy tulajdonképpen eltűnt a történet, úgyhogy ja, ennyi. Jók voltak a roller, ez cuccok. Hát, ja. Igazándiból nekem nincs jogsim, ugye, és eladtam a picsába a rollert már, mert jön majd szabályozás, és valószínű nagy motor jogsira fogják kötni, pláne azt a rollert, ami nekem volt, ugye, ez egy elég nagy teljesítményű roller. Aztán azon gondolkodtam, hogy valami kisebbet lehet, hogy veszek majd, csak azzal meg úgy túrázgatni ilyen izével, ilyen Xiaomi fiszfassza, az annyira nem poén. Aztán úgy voltam bele, hogy ugye ha már eladom a rollert, mert én ugye, most hogy néz ki, érted? Behozzák a szabályozást, hogy kell hozzá nagy motorjogsi, és akkor oda mész rollerrel, érted, hogy oké, jöttem vizsgázni, meg mi fasz. Na, tanfolyamra, tudod. Az első kapitány, tüzelésre felkészültünk. Tüzérség, tüzet, nyiss! Hát én úgy vagyok vele most egy kicsit a Zsúlióval.
oda megy. Hát egy skulló eltalálta, de hát az lóügy. Baszki. Nem bírok lőni! Kurva élet, kikattintottam a izéből. Az mi volt? Ne szívass! Kikattintottam a képből. Néztünk, az meg oldalról rogy. Az is rogy, ez pompfasza volt. Ja, hogy a mi kicsink is meghalt. Jó van. Főágyuk, tüzet nyis. Kapitán, mi vagyunk a fáklyás hajó? Már csak úgy kérdezem, mert hogy az egész hajó lángol. Hú, bassz, mi ilyeneket sebzünk bele. Az nem sok. Na menj már! Torpedók, kapitány! Orfelől, torpedók! Hölvegek, tüzelés! Meg sem is ült a hajó. Ez jó volt. Na. Szia Zsó volt, hello, hello. Azt mondja, hello vegyes. Viribusz. Az olyan lassúka, nem? Meg nincs is kapitányom rá, meg ilyen izé dolgok. Hát olyan mindegy, hogy mivel megyünk. Mivel megyünk, srácok. Mikoján. Ez a Mikoján. Jó, ez ilyen cirkáló. Az a baj a Viribusza, hogy olyan lassúk a szegény. A világban nem érünk oda. Jaj. És erre nincs izém? Kamú? De van. Erre tudok, csak ki kell nyomni ezt a valamit már. Baszki, hogy... Elég hangos a játék, különben srácok, hogy adjak rá egy kicsi hangot. Ó, jó. Akkor okés, akkor így marad.
Hát ez fölmehet végül is. Úgy se érünk oda semmihez. Mindenből rakunk főre. Ütjük a XP-t, meg a ilyen dolgokat. Elé Samuel. Van ide kapitányunk? Hogy ne lenne? Van-e kettő? Ennek mi a iszéje? Gyorsabban lő. Mi a pörgetjű? Torony pörgetjű. Szél az jó sok. Lövedék áttöltés. Nem kell. Ajaj. Legyen ő torony pörgetjű. Igazándiból a rejtőzködés ennél a hajónál nem nagyon kell, nem? Így is a világ végéről látnak minket. Mit tegyünk még rá? Jó, ez így. Ménhetünk. Szia Csita, hello. Srácok, hogyha valaki megtenni azt, megnézitek, hogy milyen felbontáson megy a stream most. Elvileg nincs eldobott képkocka. Aha, ez a videóra. Kicsit az csata elkezdődött. Okay. És nem szaggat, vagy ilyesmi, srác. Mi a véleményem a új rendszerről? Hát Zsolti most velem ezzel mellé fogtál sajna, mert én nem játszottam vagy fél éve. Tényleg nem akarok hazudni, és hát hogy fél éve, a fene tudja pontosan, de egy 3-4 hónapig biztos nem játszottam, és nem nagyon volt, hogy hívják, nem tudtam kitapasztalni, hogy most jó vagy nem jó, vagy hogy mennyit ad, mennyit nem ad. Úgyhogy ebben most sajna nem nagyon tudok okosat mondani. De talán a többiek a cseten többet tudnának. Esetleg. Szia! Célloj. Akkor lehet, hogy ez lesz, srácok, így 2K-ba lesz streamelve. 4K-ba nem akarom streamelni, mert mi a passznak, nem ad annyi bitrátát a Twitch, hogy élvezhető legyen 4K-ba, úgyhogy 2K. És még egy olyan kérdésem lenne, hogy a 2K-t tudjátok változtatni? Tehát, hogy akinek esetleg, mit tudom én, mobilról megy, vagy valami, tudjátok, hogy ne az legyen, hogy... nem kellett volna még néhány golyónak mennie ott a dologokhoz, kérem? Valamiénk? Nem. T
a világban nem érünk oda segíteni a picinek. Hát, ha elindul előre. Elindult előre. Viszont ott van a másik. Csalóka így két kába, különben az izé megváltozott a hogy hívják a... Ez a nyavaja, mondjátok már. Ha jól látom, akkor ez is bukó, ugye? El van tolva. Az igen, Bau. Uraim, ellenséges csata hajó előttünk. Hát, hova megy? Oké. Első találtuk, bakker. Vannak gondok. Kicsi meggondolom, valahol itt van benne. Megy a DD-nk különben. Ő mit gondol? Az ott jó lesz? Új, de már Delta. Hello, hello. Köszi a Sinár. El van szarva, hadd gyűjjön. Jobb oldalról torpedók, kapitány. Tűz! Hát nem bírok mit kezded itt a dolgokkal. A francba, a jobb oldalon torpedók, kapitány. A hajótól jobbra torpedók, uram. Mögöttünk torpedók. Kapitány, forduljuk, ha lehetséges. Persze. Lék a hajó oldalán, kapitány. Ajánlatos javítani. Csináljon valamit! Előttünk torpedók! Hát abba meg pont belemegyünk. Se baj. Azért még előttem. Ja, Istenem! Ez nagyon lassú ez a hajóka. Ez nekem annyira nem jön be most. Még régen hiszen olyan jó pofa volt. Mi volt végig? Volt valami...
És a bulióba olyan kis gyengén mentem most, menjünk még egyet. Úgy én is úgy érzem, hogy bónusz kevesebb a dugkonténerekből, bár nem panaszkodok, jó volt a szülőnapi előszőt, 30 nap prémium. 1000 dublon és apróságok. Aha. Én nem, a szülinapot nem vittem, pedig vittem volna, csak akkor még nem volt olyan videókártyám, hogy fusson a játék. Tényleg most a ranket hogy megy amúgy? Ötös, ugye ez a mi újság? Ez a bronzliga, a kvalifi, az 6-os, tier 6. Oké, indulhat a csata, gyerekek. A tier 6, 7. Aztán az ezüst, az tier 7. A kvalifi az 8-as. És akkor az aranyliga, az meg tier 9-10. Így megy vajon, srácok? Aha, oké, okay. Silver 6-7. Nem baj, el leszünk vele egy darabig, mert ahogy nézem, nagyon hétvége van. De hát se baj. Ti hol jártok egyébként, aki viszi a hogy hívják ott a rankedet? Megpróbálunk itt benézni a sziget mögé. Hát, ha tudnék segíteni a izének, a kicsinek. Jó, egy már benn van. Úgy, hogyha a pici föl tudnál szonározni, akkor még be is tudnék neki segíteni talán. Látok már ebbe a szélben, nincs itt olyan célkereszt, ami végig megy. Még ha tudnám, hogy hol a tökönbe van az. Van ez. A Type egy még kisebb. Type 3, ez az. Vagyok detekten. Jól elment a kicsi. De most már detekten vagyunk. Egy DD van, úgyhogy most vagy jobbról lát. Jökipók. Rálőni a franc is. Yeah.
ezek a 970-ek, amiket bírok sebezni, ez szörnyű. És meghalt a dédénk. Hát az így nem vicces. Ő meg elfordul. Főágyuk, figyelem! Tűz! Se bírunk addig lőni. Át rendszeresen bele így eltolatni. Ja. Na, bassz meg. És hogyha én kettővel megy, bazd, le se szarja, hogy hisz itt a másik mellette. Francos cirkáló, többet nem nyújtogatsz. Ellenséges cirkálót elsüllyesztettük, uram. Hát baszki, jó beraktad magad izébe. Így hogy segíjek? Hát a kis szaros itt van mögöttem valahol. Fölvegek, tűz!
Na, vajon honnan fognak jönni a torpik? Nem lőnek rám, úgyhogy nagy valószínűséggel elküldte a kis torpikáit. Veszük meg iszével HL-vel. Vagy itt lehet valahol? És innen látod? Talán. Aha. Szevasz. Főágyunkkal tűz. Torpedó kapitány. Bal oldalon torpedók. Jó, hát ez meg ennyi volt. A bal oldalról torpedók érkeznek, kapitány. Meg sem is ült a hajó, kapitány. El kell hagyjuk. Basszom. Nem kellett volna, lehet megállnom, de hát ja. Hát. Sörmen. Nem tudom, hogy milyen a sörmen. Hát igazándiból a Kongót ugyanúgy lebombázza, izé. Muszú. Á, nem is arra állnak az ágyúi. Nézd meg, ennek is mennyi HP-ja van. Szembefordul és figyeld, le fogják rammolni egymást. Elhiszed? Biztos vagyok benne. Kongó az meghal a izétől, a Mutsutól. Elvileg. Ide jöheted be talán a Mutsu? Ide a hegy mögé. Talán. Most már egyet jó lenne nyerni. Várj, Ádámbra elkeverem, megvetted a Forest Sherman-t. De az hányos a Sherman? Én már, bakker, most én nagyon le vagyok ámmaradva így hajóügyileg. És tegnap beléptem a izébe a... Tegnap előtt beléptem a izébe, hogy megnézzem, hogy milyen hajókat lehet még venni. Amik ugye nincsenek meg. A szép Dodge. Egy, talán. Csak hát nem haltak meg tőlük, és így ők viszik a izét, a meccset. Nézd meg, hova le HP-zta izét. Cucc kombó. Az meg nem fog kijönni, ott megállt ott a hegyné, ő már jó van, innen már főszámolnak. Ó, hát ennek rengeteg élete van.
A Kongónak most rogy van. Na jó, hát nem várjuk meg ezt a izét. Ötös csatát. Nem tudom, melyikkel mentem útból. Nem ezzel. Ezzel mentünk a útból. Eddig jó, 3 blues, de legalább hamar megvolt. Ír 10-es. Ja, vágj ez. Megvan, hogy melyik az. Na, szóval néztem, hogy milyen hajót lehet venni, azt az a Szevasztopol volt benn, amit úgy érdemesnek tartottam, hogy talán meg kéne próbálni kivenni, úgyhogy azt kiebrudaltam. Még nem mentem bele egy kört se, úgy tervezem, ha egyszer nagyfiú leszek és eljutunk a izébe, a cucc kombóhoz. Akkor majd rankeden kipróbálunk. A legjobb hely lesz rá. De gondolom rankedre nem a legjobb. Ha jól emlékszem rá, akkor ilyen csatahajó töltési ideje van. Talán. De most minden romboló elmegy C-re. Hát ez így megint is ki lesz. Jó, akkor jövünk ide ki. Nem is megyek közel a kephez, mert úgyis oda megy egy romboló, azt csak ledarálnom. Droppok nincsenek engedélyezve. Hát én nem tudom. Azt meg azt hol a tökönbe kell? Nem tudom, hol kell azt engedélyezni. Látszok. Hát régen engedélyezve volt, én nem is néztem. Droppok. Droppok. Pö. Droppok engedélyezése. Be van nyomva a droppok, srácok. Igazából. Ó, mind a két DD ott van Amasz felé. Hűraj! Na, akkor itt ki a tökön fog jönni. Na, most mi a lópasz? Már nem emelkedik föl a izé? A dolog? A kamera? Oké, még egy beállítás. Bocsi. Ó, faszom.
Eltaláltuk el, de lófityőt nem sebeztünk rajta. Főágyú, figyelem! Tűz! Ha, most jó, most már követi a gólyszlit. Jó, van hülye gyerek! Nem céloztam be a hajót. Hát mondom, én még van izé kuplung agyilag még. Rendesen. Na, annak annyi. A vermények jó körbe jöttünk. Igen. 2000-ekkel jó el leszek. Na most nem tudom, mi történt. Ocsimánó előléptetve a krumpli seregben. Ocsimánó. Halirok, javulást mielőbb. Szia, Ocsimánó. Épp a stream elején regéltem el, hogy hogy áll a történet. És egyelőre úgy néz ki, hogy totálisan meg vagyok gyógyulódva. Én szerintem be kéne jönni. Jó, hát ez jó mellé ment. Jó, szerintem bejövünk a sziget mellett, mert így csak megyünk körbe-körbe, mint az idiódák. A Bibi az lesz, hogy bejön a kis romboló vele, szerintem. Illetve talán már benn is van, ugye? Ja, már benn van. Jól van, akkor meghaltunk. Maradjunk ennyibe. Miük van? Ó, hát a legjobb az meg. Torpedók, kapitány! Orfelől, torpedók! Jobb oldalról, torpedók, kapitány! Torpedó, orfelől! Azt lőd másodlagos, ha tudod. Léci. Főágyuk, tüzet nyis! Jó, hát ez onnan oda ment, ahova én szerettem volna. Júlió az elmegy ott a habókba. Addig lövöldözzük a másikat. Főágyú, figyelem! Tűz! De ez mi? Nem hiszem el. Na hát rád pont onnan nem számítottam. Egy szita úgy, ahogy kell.
kis rombi meg itt van mellettem valahol. Hatalmas tűzkárokról érkezett a jelentés, kapitány. Érdemes lenne talán javítanunk. Jaj, Istenem, bakker! Egy kibaszott DD lehozza nekik a meccset, faszom. Nézd meg, és visszafordul, baszki. És visszafordul. Jó, hát az meghalt. Ide beáll a sarokba, az bőve jó neki. De szerintem itt van valahol előttünk. Kapitány, csináljon valamit! Lát. Előttünk ja. Torpedók! Kapitány, csináljon valamit! Előttünk torpedók! Sőt. Uh-huh. Itt van benne a kis sziget. A francba, a jobb oldalon torpedók, kapitány.
A francba, a jobb oldalon torpedók, kapitány. Mögöttünk torpedók, uram. Nem bújik ő már elő. Elment már világgá, meg mindjárt leszámol nekik a pont. Sőt, szerintem itt jön körbe. De már, azt már nem tudjuk meg. Nyugalom, kapitány. A következő csatát biztos megnyerjük. Hát bazd meg, öt bukó. Egy húzomba. Iha. Vannak gondok. Adja ma, azt lehet mondani. Én úgy érzem. Nem érdekel a brawl, soha nem vittem. Meg nincs miért a brawlt vinni. Egyszerűen balpaszok a DD-seink, meghalnak az elején, azt látjátok, egyetlen DD lehozza. Nem is kell más hajó. Egy DD legyen az enemini, és fixen lehozza a menetet. Sajna. Mert nálunk a fogykosuk van általában. Piszkálsz én. De mit csináljak a szénnel? Nekem nincs már olyan hajó, amit megjövök. A hajó kifogástalan állapotban. Szerintem indulhatunk is a csatába. A izé is a... Hogy hívjákra is csak ellöptem egy valak dublont, hogy a zászlók meg a ilyesmi jöjjenek érte. Mi az a amerikai hajó? Tudjátok, amit most a kikötőbe lehet építeni. T-22, Fujin. Ugyanaz, aki az előbb volt a izével, az van a Fujinnal, ugye? Várjatok már, ugyanaz a brigád? Adjunk egy fortyot. Fortyot, igen. Az a baj, hogy a Wisbynek nem bírok egyedül segíteni. Te kukolálj!
Az ki is bombázza izénket, a vízbinket. Ha megnézitek, orral előre fele áll. Bemegy neki a izé, totál ki is nyírja. Eltűnt. Jó, engem már lát a DD. De haver, most ott bennülsz, azzal nem lesz jobb. Torpedók, kapitány. Bal oldalon torpedók. Na, erre ott a nagy darab. Tüzelésre felkészülni, uraim. Ellenséges csatahajó előttünk. Szép volt. Ő meg eltűnik. Pont mielőtt betöltenék. Hát természetes. Megint bazd meg. Nézd meg, megint a két idióta. Meghalt? Ah. Gyere, lőj ki, baszki! Szerintem ott lehet valahol, vagy itt jön mellettem. Ki tudja mi. Szerintem itt lesz. Jobb oldalamon. Vagy a lófaszt, ott van benn. Mint idejegyek. Tüzérség, figyelem! Tűz! Én
és így gondoltam, hogy lelőd egyből. Ez a baj, az elsővel még rám bír lőni. Megmozdulnátok már befele, az Isten áldjon meg benneteket. Másik meg itt fog jönni, úgyis. Elnyomjuk a javítót, mert szerintem oldalba fog kapni. Az igen, Baut. Már mi az az utolsó 970? És beáll a sziget mögé, baszki. Ó, Istenem! Az, igen, 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 nem vagyok detekten is, még eltalál. Ez meg jön full HP-n, baszki. Hiszem el, és ott állnak kint, baszki. És nem hal meg, basz meg. Nem hal meg, ott maradt 300 HP-n. Tőle én most nagyon nagyot fogok kapni, ám. Tüzérség, figyelem! Tűz! Genyó. De megvan a Black. Megvan a Black, kérlek szépen. Lehandelés, Graf Spree.
Szinte mindig nyer. Hát, ez igen. De várja, a Graf Spee az nem hatos. Ötös? Nem tudom, behetünk vele, hogyha megvan. Azt hiszem megvan. Meg kéne buherálnom a izét, a másik monitort, mert így nagyon rossz. Ugye az a bibi, hogy messzire látok aránylag, jó? És közelre meg tök szarul. Na most telefonon nézem a csetet, úgyhogy föl van akasztva a óromra a szemüveg, amivel látom a telefont. Az fölötte kell lebizbarászolnom magam, hogy lássam a tévét. Azt így nem jó. Fiction. Egy DD van, egy Wisby. Az tök jó, mert azt legalább 100 kilométerről látják. Mondjuk a okodnyik, az meg ilyen kis genyahajó. Szénér egyébként, azt hiszem minden hajó megvan. Sőt, szénér minden hajó megvan. Acélér van 2 vagy 3, ami nincs meg. De azok olyanok, hogy annyira nem érdekel. Az a CV van, a amerikai, meg a... Hogy hívja, elmegyünk itt a szigetek közt. Megpróbálunk. Jön a Kongó is. Hát, hogy minek, azt nem tudom. A másik az a inkomparable, vagy mi a tök. Ami nincs meg, az mi ott fönn? Tök. Nem is láttam eddig még, itt is van valami. Ellenséges cirkáló felderítve, kapitány. Az tök jó, hogyha az oda föl van derítve. Az lesz a bibi, hogy szerintem a DD, ő eljön itt. Nem megy be a kepre, mert ő is tudja, hogy marhaszor a detektje. Hanem itt fog előttem kibukkani és széttorpedóz. Ez a terv. Lesz időm elfordulni, ugye? Leszarom. Senki nem jött vele. Azt a... hát az nagyon messzire van. Hello, Jahagi. Hát itt nem volt idő fordulgatni, ha vers. Meg nem bírok segíteni. Nem bír neked segíteni ott valaki, haver? Na, talán. Úgy. Ezt már kinyírják szerintem.
Miért fordul be? Tüzérség, figyelem! Tűz! Ez szép találat volt. Lopós banda! Fölvegek, tűz! Alvány rám nincs, hogy jósot szóltam meg. Hát aránylag jó. Szia, Strawberry! És jön a Málta szélénért, meg a spanyol délért. De nekem már megvan a Málta. Már nem kő. Meg én nem nagyon CV-zek, tudjál. Egyszer-kétszer kipróbáltam, de nem voltam egy nagy király benne, ahogy a többivel se, de... Béka nő a hasamba. Majd ha nem felejtem el, kimegyünk kikötőbe, akkor megmutatom, hogy melyik izé hajók nincsenek meg. De hogy teljes legyen a gyűjtemény, már megvettem a izéket, a Tier 2-es, meg egyéb ilyen hülye hajókat is. Az hova ment az? Bebújt a hágy mögé? Nézd meg, most adja a 7000-es sebzés szerencsétlen izére, árcumóra. De amikor kéne, akkor nem adja. Nem nagyon írtátok, vagy elsiklott a figyelmem fölötte, hogy hogy álltok ti aranykedvon? Már mindenki aranyligában van, mi? Csak én vagyok ilyen noob, hogy... Az cita lesz, fogadunk? Ó, és megáll! Az amiért. Hát László, de ezt szerintem azt szerint próbáld eldönteni,
hogy melyik az a hajóosztály, amelyiket kedveled, melyik hajóosztályjal tudsz szerinted érdemben jó, a legjobban játszani. Az a lényeg, amelyik hajóosztályt a legjobban élvezed, az szerint válasz szerintem a célos hajót. De Golden, csak ezt a bronzligát kell lezavarni, hogy hívják be. Várjátok, megnyitjuk itt az összes konténert. Oké. Aztán... mi van? Ja, Armory-ba akartuk megnézni a dolgot. Hogy mi van? Ha jó. Na, hát nekem... azt mondja, ez az összes szénér mind megvan, dublonér minden megvan, steelér nincs meg ez a három. Most ezt a valajót, ezt ír 9. Én nem tudom, hogy ez miért jó. Nincs rá kreditem egyébként. 16 ezerbe kerülne, de annyira nem vagyok kiéhezve rá. Rajta izé. Nézzük már meg a portba. Annyi élete van, mint egy szahónak, nem? 6 másodpercenként lő, 5-ször, 2 darab. Azt mondja, 10 ágyú van. Ez milyen faszom hajó ez? Ezt mondtad a személy AP meg izére? A dologra? Aha. Ja, akkor ezt írtad korábban. De gondolom armor az nulla. Ja. Tehát egy ilyen cirkálótó is lehet nagyon mást várni. Ja, úgyhogy ez a három hajó nincs meg. Összesen. Ja, ezen gondolkodtam. Ezt nem akarom, a Roosevelt-et. Csatahajót. Hát talán ezt. De azt ennyiba kell. Ez miért sárga? Már kinyitottuk. Ja. Mini booster csak rosszabb. Jajaja, Atlanta osztály. Vágesz utána, amikor megláttam, hogy amerikai beugrott, hogy valószínű azt a vonalat képviseli. Úgyhogy László, mondom, szerintem azt választ, amivel a legjobban szeretsz játszani. Ha rombolózni szeretsz, akkor rombolót keres. Esetleg olyat, ami illik a játék stílusodhoz, a cirkálót, akkor azt. Csatahajót, akkor pedig a masz. Illetve, hát még van a anyahajó, ami, vagy hordozó. De... no, hát csapjunk bele akkor még egy. Eletök ebbe a izébe. Ebbe még nekem nagyon sok van, ebbe egy darabot nem csináltam én. Ez mi ez? Nem tudjuk, meg soha, őt se, ő meg szén. Puertót különben már mindenki kiszedte, amúgy. Szia Viktor, hello. Hát most már egy darabig fogsz is látni, Viktor, egyre sűrűbben, hogy helyreállnak a dolgok. Na, László, akkor mesélj el nekünk, hogy melyikbe vagy, vagy melyik fele hajlasz jobban. Szia, Gábor! Uronig se jutottam el. Ezért Lászlónál lennék kíváncsi, hogy talán
melyik osztályt érzi magához legközelebb, az hát, ha tudunk neki valami jó tippet, hogy melyik hajókkal lenne jó. Kapitány! Kapitány! Megint ez a pálya. Kapitány! Igen, igen, oké, indulhat a csata, gyerekek. Hát, mivel mindenki elmegy balra, ezért én jövök jobbra. Az mindig jó szokott sikerülni. Szia, Hunsznék! Az összes jól megy, na, bakker. Hát akkor meg amelyik a legjobban tetszik, szerintem. Sokan szeretik a Stalingrádot, én annyira nem tudok vele jól játszani, nem adja nekem annyira jól. Bár elég sok hajó van, ami nekem nem adja jól. És nem azért, mert a hajó szar, hanem mert én vagyok béna. Ja, el se indult az a Kongó. Hogy passzolj meg. Két cita, így egyből, az úgy kellemes. Indulhat a szalonázás, matrózunk. Mindenki keresse magának egy tizet a hajón. Csapat. Már is helyrehozta a károkat, uram. Hát,
öcsém. Ez minden szalvóra gyújt az a szar. Ezt már nem hiszem el. Kapitány, a hajó már megint lángokban áll. Hol is van itt még egy ilyen vitorló? A probléma megoldva, uram. Egyelőre jók vagyunk itt. Látnunk kéne a izét. A Didit. Jogrem jasni. Rogy. Vászódj meg akkor. Még a kicsi is lövi bakkert. Végre olyan csapatot kaptunk, aki tud játszani. Azt mondja, már van 2-10-es hajód, Moszkva, szénből, meg egy Demoin. És mi van, hogyha szénből van? Ez nem számít az. Azért is ugyanúgy meg kellett küzdeni? Főágyuk, tüzet nyis! Érted? Aztán... igen, Demoin kiakasztott pár szóval. Hát igen, olyan puha, szegény.
többet is sebezhettünk volna. Rajt. Az a 970, az kellett. Azt hittem be se csapkódik, bakker. Nos, uraim, ilyen egy győztes csapat. Pedig le akartam remelni amúgy. László, én úgy szoktam amcsi hajókkal, meg aminek lassú a lövedéke, hogy egyet vissza zoomolok, és akkor körülbelül azok az értékek passzolnak, amik a, hogy hívják, hoz, ami a többi hajóhoz. Persze ebben benne van az is, hogy így akkor sokkal kisebb a hajó, amire célzol. Nincs Didi! Miük van, Merbölhet, Hawkins, Urmansk, az biztos, hogy kemény. Merbölhet az, nem tudom, hogy változott-e a évek során. Jövök a Königsberggel. Bejövünk oda a hegy mögé, ha tudunk. Ide. Srác, nagyon nem figyel. Königsbergnek oda kéne kimennie. Oda kéne menned, haver. Hát vagy megállsz a sziklánál. Mert amúgy meg lebontanak két pillanat alatt. Emily Bertier. A Baltimore egyszerűen nem, hogy kivettem a szállamat szénért, azt élem, de a Baltimore sehogy se. Hát túl kell élni a Baltimore-t, folyamatosan tízes csatát kapsz. Hát igen, ez ismerős. Most egy hülye kérdés lesz, ezzel a muszájjal én is mindig így vagyok, hogy hol így írom, hogy úgy írom. De elvileg mind a két fajta képen elfogadható, nem?
kurva, az ott megy keresztbe. Tüzérség, tüzet, nyis! Hatalmas találat, kapitány, ez szép volt. Baj, hogy bement a hegy mögé. Meg. Szóval nem bírjuk meg lőni. Lebontott egy fél pénanyalat alatt. Főágyunk, figyelem! Tűz! A hajótest lángokban áll, kapitány. Kicsi, ne! Ne lőd! Baszki, te fogsz meghalni. Meg én. Mert voltam olyan hülye, hogy kijöttem. Hát sajnálja, most kinyír minket. Indulhat a szalonázás. Jaj. Mindenki keresse magának. Oda sem merek nyúlni. Oké, szerintem hagyjuk el a hajót. Königsberg kurvára elbaszta, hogy itt keresztbe ment. Hát egyértelmű volt, hogy őt fogja lőni a iszé. Istenem. Az oké, hogy pontosíj mindig, de valahol, mintha olvastam volna, hogy például Elixilonnal is elfogadott. Aztán lehet, hogy csak bemesélem magamnak, nem tudom.
a Viri busszal nem megyünk többet, az fix. Hol van? Hol van? Mikoyan? Cirkáló kész, nem? Sirocco az. DD. Ez a Tiger, ez miféle sütemény? Ez nagy hulladék lehet, mi? Rio de Janeiro. Nem volt nekem ilyen október? Ezt megnézném, ezt a hajót. Dehogy osztom újra, jó ez így. Mi kell nekünk? Az maradhat úgy, ahogy van. Ezeket a zászlókat is ember fölpakolja, de minek? Ezt nem kell. Hát remmelni meg úgy sem remmelünk. Nem? De. Két cirkálónk volt idióta ezen az oldalon. Az egyik ugye bent középen, ott az ráment, hogy ő majd kitorpedózza a égünk úrt, de minek? Értettem, 32 csomó tud a Tiger. Hát akkor ott megvan a Bibi, tudod. Kapitány, jelentem, a legénység teljes létszámmal a fedélzeten, indulhat a csata. Gondolom nézi, hogy hol van a DD-ink, merre menne. Ugye ő magyar klán. Megint a Königsberg az ügyfülügy. Oké, vegyes, meggyőztél. Én azért majd mindig elgondolkodom rajta, hogy most hogyan is van, vagy mi. Tű, ez a 30 szekes töltés, ez fincs lesz. Igazándiból meghaltam, csak még nem tudok róla. Tudjátok, mert itt van velem szembe a kicsi.
De mi a fasz van már? Ezzel a hajóval még sebezni se tudod. Jobb oldalról torpedó, kapitány. Hát igazándiból már nem fogok tudni lőni, úgyhogy... Is. Még jó is lehet. Aránylag. Hát ez az október, ez nem az én hajom, maradjunk ennyibe. Hát látod, én se igazán tudtam eltalálni szinte semmit. Csenóba. Ez cirka. Oklahoma. Ez melyik? Ez a mindent is lövő, semmit el nem találó és sebző hajó, ugye? Köbö. A rombolóval nem akarok menni, mert általában mindenki azzal visz. Főleg a kamikázé, akinek megvan meg a pucsi. Ó, srácok, baszki, miért nem szóltok, hogy nem dobtam be kódot már ezer éve? Hey! Hey! Lássunk hát akkor egy CC konténert. Chatre figyeljetek. Mert vagy odaírom, vagy nem. Megtalálom ezt a francos csetet. Szó.
Ha megnyerte, hadd vigye. Egyszer használatos, ugye, srácok? Tehát a leggyorsabb, aki beírja, az viszi. CC kontinak kell benne lenni. Hát, én most elmegyek. Hogy megy valamelyik balra? Nem látom. Nem, mindenki erre jön. Hát akkor elmegyek én. Köszönöm szépen. Van. Ellenség szirkáló felderítve, kapitány. Szerintem azt nagyon nem jól lőttem el. Főleg így, hogy befordul. Jézus, az a szóra este. Kapitány, ellenséges romboló felderítve. Mind a kettő meghalt tőlünk. Asza. Ellenséges csata a jól látó határon. Ellenséges cirkáló felderítve, kapitány. Tüzérség, tüzet, nyis! Miük van amúgy? A lófasra tudja. De mi ezek a ezreket lövök, bazdmeg, akkor a hajóban, mint a ház. Nézzük már, hogy van.
azt kinyírja, hogy hát te nem mondod komolyan, bazd meg. Meghaltam. Én bezzek 6000-et lövök. Kicsi, nem bírok ott segíteni, azt old meg. Tüzérség, tüzet, nyiss! Hogy megy? Jó, kösz. Hát lepattogok róla, a Rudiról, bazd meg. Ne, a picsába már, megint ég a hajó. Fölvegek, tűz! Pattogok róla, bazd meg. Gyere lőj ki akkor, baszki! Gyönyörű napos, meleg időnk van ma, kapitány. Táncva, ég a hajó! A szerelőcsapat már is helyrehozta a károkat. Ne. Kurva élet. De mit csinálnak ott a túlfelén amúgy? Három hajóval harcoltam, bazd meg. Ez meg nyugodtan lőhette, úgyhogy nem is bántja senki a cebites gyereket, bazd meg, a Gandalfot. Ezt is elbuktuk. Ügyesek vagyunk. Talán fordulj vissza. Mármint, hogy ő fele nézzen, ne ennyire az oldalad mutass már. Remmeld le a picsába, azt jók vagyunk.
leég. Kelló. Érdekes, hogy ő neki szemből beüt ilyen 3-4 ezreket simán. Ezt kilövik egyből szerintem. Talán a kicsi megmenti a csatát. Ez a csávó, ez egy öcsém. Ez itt el van hátul, mint a befőtt. Ja, nem most kap, vagy 30 000-et. Te nem is oda lő, ahova megy a hajó. Vagyis na, érted? Hát, mi ez? Hát látja, hogy megy. Ja, mesény célozza neki szerintem. 20 000? Nem. Ezt a noob fightot, amit ez leművel, ez a König. Szia Bodri, hello, hello. Egészségedre, vegyes. Remmed le, more! Remmed le! Szerintem úgy van bele, megpróbálja a kicsit kilőni. És... MS-t meg leremmelni. Hát abba belenéztél, RPA-i. Egy megvan. Lőd már, bazd meg! Azt a kurva élet. Megnyertük nagy nehezeg, Jézus. Ereje. Van törpik. Hát eddig még mindig a Zsúlióval mentem a legjobb köröket. És megnyertük azért az októbert. Utolsó lettem legalább. Hát ott elkapáltam magam az elején. Aha, utolsó, király. Nem lőttem. Ja, csak a izét, a DD-t lőttük aztán. Utána meg is haltam. Egy élmény volt, de tényleg. Mi az idő? 2 óra. Alig, hanem most az lesz, hogy ennyi volt a hajók a srácok. Hogy köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Remélem nyittok valami frankó dolgot a izéből, a ládákból. Aztán nem ígérem 100%-ra, hogy jövök még ma, de ennem kell valamit. Ma még nem kajátom, úgyhogy kaja, aztán meglátjuk, hogy jövök-e még vissza ma, hanem akkor viszont holnap jövök nagy valószínűséggel este 7 óra körül, hanem akkor kicsit hamarabb. Szóval töképlékeny az időpont,
Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És kellemes hétvégét mindannyiótoknak, jó csatákat, jó szalát, meg ilyeneket tudjátok. Hogy legyetek jó. Hello, hello, sziasztok! De még utoljára bedobtam nektek két kódot, aki itt van esetleg, ha gondoljátok, írjátok be, ez csak, azt hiszem, kamó kód. Halló, halló, sziasztok. Még valami. Tessék följönni Discordra, beszórok oda egy rakat kódot, azok is ilyen egyszer használatos kódok, lesz közte CC, meg egy rakat kamó kód. Úgyhogy aki kapja, marja.